Miért volt olyan sürgős idegen? Uram, a farmerek egyre dühösebbek, készen állnak akár egy zendülésre is. Erre van megoldás. Holnap reggel bejelentem, hogy csökkentem a terheiket, így megbukszom. Őket jobban érdekli korábbi, mint az adóterheik. Erre is találunk megoldást. Rákenjük a gyilkosságot valaki másra. Így tisztázzuk Korahé nevét, a vádokat. És még valami? Befogjuk végre a kormányzó száját. És mindenkiért, aki ki akar minket túrni a hatalomból, nincs mese. Tisztázni Korahé nevét? Ez 20 méter mélyre temetni a tekintélyét, mint kormánybiztos, ami amúgy sem árulása. A hőtnek igaza van. A maga ötlete volt elővenni Korahé. Most már késő viszont. Igenis bízott magában Don Manuel. Látja, hogyan ért vissza a bizalmunkat? Még a végén arra kell gondolnom, hogy a hátunk mögött intézkedett. Mégis miért célozza? Kiegyezett Korahéval? Mit ígért neki cserébe? Amelyiken eltemetjük? Nem. Nem tudom, hogy eltemetjük-e. Egyelőre az a legfontosabb, hogy a holttest nálunk legyen. Nem. Csökkentse az adókat, ha akarja. De Korahé marad a bűnbak, ahogy megbeszéltük. És erről fogunk most szavazni. Tét neve most Korahé. A fehér kő az igen, a fekete kő a nem. Mit keresel itt? Nos, aggódtam. Késő van, mi történt? Semmi, de mondtam, hogy egyedül akarok lenni. De nem akarlak egyedül hagyni. Nézd magadra, ez így nem mehet tovább. Senkiben nem bízol. Fejedbe vetted, hogy apám képmutató, de ő nem az. Világos. Aha. Szóval te is hazudsz. Én nem hazudok. Jó, jó, értem én. Akkor holnap találkozunk. Holnap? Horáció. És mi lesz holnap? Horáció. Nyugodj meg. Nyugodj. Holnap megbeszéljük. Mi a baj? Semmi, anya. Horáció menni készül. Minden jót, Elisszál. Viszont látásra, Horáció. Mi történt, anya? Anya, ma láttam Korahét. Láttam őt, beszéltem vele. Ott állt velem szemben, nem halt meg, érted? És mondott valamit. Azt mondta, hogy a kormánybiztos manipulál mindent, és nem ő a gyilkos. Klárám, egy 50 félre akar vezetni. Nem, anya, én hiszek neki, esküszöm, láttam őt. És ha láttad, bárki is legyen, ez a híres Korahé egy bűnöző. Nem, anya, nem, higgy nekem. Levetted a gyűrűdet? Nem, akkor hol? Ó, ezért vesztetek össze. Nem, ő nem vette észre. Nem én vettem le. Korahé vette el. Uraim! Győzött a nem szavazat. Korahé továbbra is bűnbak marad. Ez hiba. Nagy hiba. Ne zuhanjon össze. Maga tehet róla. Máskor majd meggondolja, hogy dönt a rend jóváhagyása nélkül. Nem rekezdi be az ülést, Don Manuel. Megfelé! Messina, megőrültél! Csillaga, mi hol vésd az eszedbe, amit mondok? Én döntöm el, hogy ki dolgozik és ki nem, és te nem dolgozol! Miért nem? Én dolgozni akarok, és ki dolgozni? Majd adok én neked!
Nagyon köszönök minden. Hallgass! Ha anyád nem akarja, hogy kurva legyél, én nem teszlek azzá. Akkor elmegyek máshová. Itt maradsz ebben a szobában, ahogy én akarom, kisasszony. Messzire! Ne légy, fogd be a szád! Segítenek olyas valakit, aki ellenük lehet. Ez őrültség lenne. Nem. Erre a célra nincsenek befolyásos barátaim. Mióta dolgozol egyedül? Mit csinálsz itt, Necsa? Mióta jársz egyedül rabolni? Nem rabolni voltam. Gratulálok. Mindent tönkre akarsz tenni, csak ne tetszik le Ragerikó. Elment az a maradék eszed is, te barom? Nem ment el, nyugodj meg, nem ment. Igazam volt, el kellett volna innen tűnünk az első napon. Mi ez a ribillió? Mit keresel itt ilyenkor? Nos, tudod, hogy az úrfi csak úgy egyedül lófrál odakint? Igen, tudtam. Beszélt Domannellel. Nem volt időm szólni neked. De remélem nem haragszol ezért. Gondoltuk, hogy nem ellenezni. És Clara Gerikóról tudsz? Mert én rátéloztam az előbb. Találkoztak, mit szólsz? De véletlen volt. A téren összefutottunk. Szántó, mi ez a felhajtás? Nem ott találkoztatunk. Nem csak erről van szó. Elvette tőle a gyűrűjét, amit most nem tudsz lehúzni az ujjadról. Szántó, adnál egy kis szappant, kérlek. Élvezed ezt a helyzetet, ugye? De nem magra megy a játék. Eddig hárman döntöttünk. Mostantól, ha egyedül akarsz, rám ne számíts. Többé nem fogok panaszni neked. Főleg, ha mi kettőnk bőréről van szó. Hülye vagy? Megsértődtél? Minden szava igaz. Igaza van, ne csodálkozz, vagy pedig nincs igaza, csak szúrós, mint egy kaktusz. Jó, de mi a fenét csinálsz? Megpróbálok levenni egy gyűrűt, úgyhogy kérlek, adj már valami zsírosat. Zsír kérsz? Tessék, itt a zsír. Á! Mondd csak nekem, mondd csak, mire jó ez, halljam? Ki vele? Nem jött be a papuma? Most talán az orró baromsága menő? Pohócot csinál belőled ez a lány. Nem látod? Már én sem ismerlek. Ki vagy te? Kurahé, a pap, Szándokán vagy ki a fene? El vagy tévedve, és mindenkit becsapsz, de engem nem versz át. Megyek aludni. Tudom, hol a helyem. Jó reggelt. Jó napot. Jó reggelt. Soha jobban. Dario, elegy a dolgod. Igen. Új élet kezdődik számomra, Marcia. Kérlek, Anna. Csak egy álom volt, semmi több. Gyűlölöm a gyümölcsnek vált, tudod jól. Igen, de ettől megerősödsz, Anna. Arra gondoltam, hogy elmehetnénk ma a temetőbe. Én templomba megyek. Én elviszlek, és utána útba hagyjuk. Ebben a házban már reggelizni sem lehet nyugodtan. Marcia!
Mondta, hogy a templomba megyek vele. Talán utána elmegyünk a temetőbe is. Lehet, hogy ott találkozunk. Menjünk már, Sziak.